60 plusz programok között már nem ismeretlen, sőt igen népszerű elfoglaltság a torna, azon belül is a meridián torna. A keleti gyógyítás tanai szerint a test meridián pontjait stimulálva megindul szervezetünkben az egészséges keringés. Az egyszerű gyakorlatok pedig meg is mozgatják az időseket. Ugyanakkor ez a fajta torna nagyon kíméletes sportnak számít. Kelenföld képviselőnője az elmúlt hónapokban azért küzdött, hogy ez az áldásos hatású program a kerület külsőbb részeire is eljusson, hogy a környék nyugdíjasainak ne kelljen sokat utazniuk. Kelenföldön tavaly kezdődött. A Lilu doktornő, aki itt lakik a kerületben is egyébként, és itt rendelője is van, felajánlotta, hogy a heti egy alkalommal tart egy meridián tornát. Akkor sikerült helyet szereznünk a Fővárosi Művelődési Házban, ott voltak egészen mostanáig, de miután megnyílt ennek az egyesületnek a helyisége, így még közelebb kerültek ehhez a csoporthoz, ahonnan végül is a legtöbben járnak, és most már itt tartanak heti két alkalommal tornát. Az üzlethelyiségben korábban sok tulajdonos és bérlő is megfordult. Most az Összefogás Új Budáért Egyesület kapta meg a helyet. Posta hivatal működött itt, de sajnos aztán, miután a posta innen kivonult, nem sikerült visszacsábítani őket. Akkor az önkormányzat tulajdona, úgyhogy egy vállalkozó kivette, aztán talán cukrászdát szeretett volna létesíteni benne, de nem, valami miatt nem sikerült, sokáig üresen állt, és ezután kapta meg az egyesület az önkormányzattól. A Verikonyapia Meridia 3-as, itt van Meridia, de ő azért gerinc van kapcsolat. Valaki gerinc fáj, ízület fáj, és agyanak a működés segítő hatása. Azért otthon is segítő, jó? Pont itt van, jó? Akkor most visszafele, jó? A foglalkozásokat itt Kelenföldön Lili doktornő tartja, aki a kerületben működteti akupunktúrás rendelőjét is. Sokan a kezelésekről ismerik őt, és azok kiegészítőjeként most már meridián tornára is járnak. A doktornő kicsit ugyan töri a magyart, de mindent tud a kínai orvoslásról és pácienseiről is. A meridián torna igazán az, mi ember egész teste meridián miért jó működti. Mi torna az célra segíteni a meridián jó működti, akkor szervezet is normális működti. Az betegség megelőzés, valami kicsi beteg saját maga öngyógyítás, az jó hatás szokva lenni. Azért választani olyan neve, olyan házon, egy-kettő meridiátorna. Házon azt jelenti, választani olyan legfontos házon pont, akkor masszírozni a pont, olyan, mint akupresszúra, akkor betegség. Otthon is lehet a kezelése, akkor mi torna pedig egy társaság, együtt tornázni, együtt masszírozni pont, jó hangulatos. Kettő, azt jelenti kettő lába állni, ugrális, mozó, akkor végül is segíteni egész szervezet jól működni. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Kettő, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Az új helyen elindított meridián torna óriási előnye, hogy ezzel olyanokhoz is eljut a torna lehetősége, akik eddig távol voltak a központtól. Sok idős ember nagyon szívesen elmenne ilyen tornára, de Gazdagrétre vagy Őrmezőre, a kerület másik végére nem szívesen megy el. Ez itt nagyon közel van, csak ide elsétálnak a környéken lakók, és utána annyira jó társaság is kialakult, hogy amikor az FMH-ban nem lehetett bemenni, mert akkor szünet, nyári szünet volt, akkor kint a szabadban tartották meg a tornát, és utána még leülnek, beszélgetnek, programokat terveznek együtt, közösen, úgyhogy nagyon, nagyon jó kis közösség alakult ki. Kijönnek újak is, mert ma is jött például egy férfi, aki most hallott róla, hogy belekerült az újságba ennek a tornának a híre, és ezután jött ide, ő is itt lakik a környéken. És programokat is szerveznek ebben a helyiségben? Igen, szeretnék, mivel most indult el az Összefogás Új Budai Egyesület, sok programot szervez, többek között időseknek kártyaklubot, társasjátékklubot, filmvetítések lesznek, különböző előadások, amik én szeretném itt folytatni a TEA délutánjaimat, amit már elkezdtem csak egyszer az iskolában, máskor a közösségi házban volt, és most végre ennek lesz egy állandó helyszíne.
többeket ismerek, akiknek tapasztalatuk, akik nem csak ilyenkor csinálják meg, mert ezt a tornát otthon is, hogyha megtanulják, minden nap gyakorolhatják, hogy sok minden mozgásszervi panaszra nagyon jót tesz. Úgyhogy nagyon hatásos, nagyon sokan nagyon elégedettek és örömmel jönnek. Mindig akkor jó, hogyha fáj. Ez szájhagyomány útján is terjed. Sokan úgy jöttek, mert hogy eddig nem volt benne a 60 plusz program naptárában, hogy egymásnak adták az információt, és így tudtak róla, így jöttek el. 88, 64, körülbelül egy perc. De otthon, ha van idő, ha is lehet tovább a mazírozni, mert 2-3 perc, jó? A kupont milyen hatás, szerintem mindenki már ismere, jó? Az egy hosszú életpont, betegség megelőzés fontos, jó? Most a következő a szíveprok meridia 6-os. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a meridián torna csak időseknek való. A holisztikusan gyógyító tornával bármilyen mozgásszervi problémát kezelhetünk. Egy nyaralás alkalmával nagyon megfájdult a derekam. És a doktornő, ő kezelt akupunktúrával, és a kezelések alatt mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, próbáljam ki. Úgyhogy el is jöttem, és azóta gyakorlatilag semmilyen ilyen mozgásszervi problémám nincsen. Tulajdonképpen ez a mozgás, ez nem egy aerobikszerű, tehát nem egy ilyen leterhelő valami. A meridián vonalakat stimuláljuk ütögetésekkel, paskolásokkal, de guggolások, hajolgatások is vannak benne, és az is tudja csinálni, aki mondjuk például több szívműtéten esett, tehát itt van köztünk olyan, aki hát mondjuk ilyen problémákkal is küzd. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nem egy ilyen aerob mozgás, nem egy megterhelő, nem egy nagyon-nagyon hajlékonyságot követelő valami, hanem hát már 60 fölött is nyugodtan lehet, sőt, akár 100 éves korig is lehet csinálni. Fiatalok is nyugodtan csinálhatják, úgyhogy hát még én sem vagyok ugye 60 fölött, de nagyon jót tesz mindenkinek. A szakértő azt is elmesélte, a meridián tornát Őri Ajándó professzor hozta be Magyarországra, és terjesztette el itthon. Ennek köszönhető, hogy Új-Budán is sok rajongója akad a műfajnak. Kínában van több mint 100 féle torna. A meridián torna az egyik. Az Joe professzor, ő ajánlta ebből a meridián torna. Magyarország pedig a Dr. Öri ajánlók, mi együtt dolgozta, akkor ő kezdő Magyarország ajánlata. Akkor én vagyok itt 11 kerület, mi egy csoport, már több mint egy éve gyakorolt. Mindenki szereti, és mindenki azt mondja, sok probléma megoldját, és jól érzi magát. És az is lénye, nem csak tornai jó, társaság jó. Ha van valami probléma, szokta kérdezni engem, akkor mondan neki otthon, hogy a megelőzés. A doktornő arról is beszélt, milyen sokféle problémára jelenthet gyógyírt a meridián torna. A arca, fejének probléma, például megfázás, fogfáj, szemellátás, zavarni, fűzók a probléma, feje fájás, az segedeni. Még van valaki lelki probléma, feszültség, és szíve és érrendszer probléma. Még van olyan emészrendszer probléma, gyomorfáj, hasamenés, vagy a székleket is. Még van olyan ízület probléma, gerincfáj, és tudok segedeni. A tornában pedig a résztvevők szerint az a legjobb, hogy mindenki képes elvégezni a gyakorlatokat. A torna az nagyon elcelő. Tudom, mindenki ismerek kínai tai chi, qigong, az is nagyon jó, de az pedig többet kell tanulni, többet kell gyakorolni, egy bonyolul. De ebből meridián torna elcelő. Persze tovább lehet tanulni, melyik, például hogy van, mi az meridián, hány pont, egész szervezet, nem csak 3 pont, több 100 pont van, meg lehet tanulni tovább. Ha valaki érdekel, közben akupresszorral lehet tanulni. Én saját magam
nincs olyan nagy probléma, de én azt tapasztalom egy éve, több mint egy éve tornál utána érzem, ő is jobb a feszes, jobb a fiatalos érze maga, melyik ha valamikor már kezdő megfázás tünet, ő akkor kezdő akupresszorra, akkor a tünet elmúlik, akkor nem ő komolyan beteg.